Olaszország az unión kívül Albániában várakoztatná a migránsokat mindaddig, amíg a menedékkérelmüket elbírálják. Ezt az elképzelést nem csak Rómában, de egyre több más uniós fővárosban is támogatják. Az Olaszország és Albánia közötti alku keretében 3000 ember elszállásolására alkalmas befogadó központot hoznának létre a balkáni országban. Ide szállítanák a földközi tengerből kimentett embereket, a gyermekek és a terhes nők kivételével. Ebben a központban az olasz jogrend lenne érvényben, ez pedig felveti az uniós jog megsértésének a gyanúját, a bizottság egyelőre óvatosan kezeli az ügyet. Kapcsolatban vagyunk az olasz hatóságokkal, nemrég megkaptuk az eljárásról szóló terveket és elemezzük azokat, amíg el nem készül az értékelésünk, nem mondhatok többet, mondta a bizottság szóvivője Anita Hipper. A menedékkérelmek elbírálásának kiszervezését egyre több uniós ország fontolgatja. Németországban is mérlegelik ezt az eshetőséget, bár a kormányzó szociáldemokraták fenntartásokkal kezelik az ötletet. Ausztria nemrég azt kérte az Európai Bizottságtól, hogy engedélyezze a menedékkérelmek unión kívüli feldolgozását. Dániában pedig már törvény engedélyezi ezt az eljárást, bár még nem találtak hozzá megfelelő külső partnerországot. Elemzők arra figyelmeztetnek, hogy az ötlet nem új, és eddig nem hozott sikereket. Ha visszanézünk a történelemre, az ilyen ötletek soha nem valósultak meg több ok miatt. Vannak jogi kérdőjelek az alapvető jogok körül, valamint erkölcsi és gyakorlati aggályok is, amik meggátolták a valóságba való átültetést, mondta Alberto Horst Neuhardt, az IPC nevű think tank elemzője. A jelenlegi jogszabályok alapján a kérelmeket abban a tagországban kell elbírálni, ahol az adott migráns belépett az unió területére.